Sziasztok, én a nézők, és elérkeztem a következő videóval. És előről szeretném szögezni, hogy ez a videó nagyon laza hangvételű lesz, ilyen kis beszélgetős, kérdezős, ilyesmi, ilyen már volt ugye a csatornán, csak mukbanggel egybekötve. És mint látjátok, viszi a levegő a hajamat, ami annak köszönhető, hogy bekapcsolom a ventilátort, mert ne haragudjatok, de hogyha tényleg belehaladszódik, vagy akármi, de egyszerűen olyan meleg van, hogy az kibírhatatlan, úgyhogy ne haragudjatok, de bekapcsoltam. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen hangvételű videónál most talán nem lesz annyira zavaró, mint egy történetnél. Igen, ilyen dolgok fognak hozzájárulni a mai videó létrejöttéhez. Hogy miről is lesz szó ma? Igazából volt egy pár téma, amiről én szerettem volna nektek beszélni a csatornán. Nagyjából ezt amúgy érintettétek a kérdésekbe, amiket feltettetek, ugyanis Instán is írtam, hogy vagy kiraktam egy sztorit igazából, hogy nyugodtan kérdezhettek, ha van bármi kérdésetek, és tettetek fel jó pár kérdést, és azért örültem ezeknek a kérdéseknek, mert nagyon egybevágtak azzal, amikről én már akartam eddig beszélni, vagy amik már így benne voltak a fejembe, hogy szeretnék róluk beszélni a csatornán, úgyhogy kezdjük is el a videót. És mint mondtam, ugye a kérdések egybevágnak a általam kedvelt témákkal, amikről beszélni szeretnék, ezért igazából a kérdések fogják megadni az egész videónak a vázát. Úgy első kérdés az, hogy mi volt életed legjobb horrorfilmje, illetve legrosszabb? Hú, hát ezen egyébként gondolkoztam még videó előtt. Ez egy nehéz kérdés, legrosszabbat nem tudnék mondani. Biztos volt. 1000% hogy volt, de jelenleg nem jut eszembe. Legjobb, itt vaciláltam a között, hogy az én kedvencemet mondjam, vagy ami szerintem a legjobban sikerült, és talán azt mondanám, ami a legjobban sikerült, az pedig a Démonok között trilógia. Szerintem az lett a legpöpecebben összerakott horrorfilm eddig, amit én láttam. Nagyon jó lett, viszont az én kedvenceim a Halloween filmek amúgy, szóval nekem azok viszik a primet, bár volt pár rémhálmom Michael Myers-től, nem tagadom, de azok a kedvenc filmjeim. Ja, és egyébként megelőzze még egy kérdést, ami szerintem egyébként tök érdekes, így majd ezekhez kapcsolódik. A legelső horrorfilm pedig, amit láttam, az az Ideglelés volt, és akkor az számomra egy nagyon ijesztő film volt, nagyon para volt, szóval az volt a legelső amúgy, amit láttam. És ez az illető amúgy még feltett egy kérdés, mégpedig az, hogy mi a kedvenc gyilkossági ügyed. Na hát én itt egyből ugye a sorozatgyilkosokat kizártam, mert ugye egy gyilkossági ügyről van szó, és hát az a nagy helyzet, hogy igazából ugye nagyon sokról olvasok, nagyon sokról hallottam, és talán én most John Benet Ramsey esetét mondanám, ugyanis nemrég néztem egy ilyen 3 órás dokumentumfilmet, az a kis 3 órás doksi filmet, egy újat, amit egyébként én még nem láttam, az ID ment valamelyik hétvégén, és ott annyi új infót megtudtam arról az ügyről, hogy egyébként akkor nagyon sajnáltam, hogy már arról az ügyről csináltam videót, mert annyi érdekes és új infó volt számomra, amit akkor én még nem hallottam, nem tudtam, hogy szívesen csináltam volna róla. Igen, én talán most azt mondanám, mert nagyon érdekes dolgokat mondtak benne, illetve a West Memphis-i 3-okat, mert számomra az egy olyan történet, ami olyan szempontból ikonikus, hogy nekem az volt az egyik alappillére a csatornának, tehát amiatt kezdtem el szinte. Volt még pár ilyen ügy, amit így a legelején tudtam, hogy én fel szeretnék dolgozni, de ez az ügy is egyébként ilyen volt. Valaki azt írta, hogy mutassam ma a körmömet. Hát most ilyen, igen, nem, jó, most fókuszál a kamera. 2 lejött, igen, így fellevegősödött és lejött. És ezzel kapcsolatban egyébként akartam beszélgetni veletek. Valószínűleg azok az emberek, akik megjegyzést tettek a körmömre, ezt a videót nem fogják megnézni, mert valószínűleg a személyem annyira nem érdekli őket, hogy megnézzék ezeket a videókat. Csak így el szerettem volna mondani, hogy egyébként számomra egyébként vicces és meglepő, hogy mindig találnak valamit, amivel bele tudnak kötni. Tehát ugye eddig nagyon extra sminkeket csináltam mindig videózáshoz, amiket egyébként
mai napig csinálok bulikra, meg koncertekre, mit tudom én. Már azért nem láthatok olyan extra sminkeket, mert kevesebb időm van felvenni egy videót, és általában egy egyszerű sminket dobok fel, vagy mondjuk most, vagy nincs rajtam smink, ugye a meleg miatt, mert egyszerűen lerohad rólam minden. Most ugye, hogy nem sminkelek, most a körmömet találták meg, ami érdekes amúgy, mert eddig is ekkora volt, és eddig is mutogattam, és hogyha mutogatok, meg sokat gesztikulálok, és mivel hosszabb a körmöm, akkor szerintem lesz hangja, de ezt nem azért csinálom, hogy Jóska Pistát idegesítsem, hanem ha megnézed a legelső videómtól kezdve, ennyire gesztikulálok, meg minden, szóval nem értem. Ez vicces, mert nem értem, hogy az nekik miért jó, hogy ezeket leírják, mert gyaníthatják, hogyha már mióta megvan a csatorna, ilyen hosszúak a körmeim, nem az ő kommentje miatt fogom lecserélni a körmeimet, mondjuk rövidebbre, vagy kisebbre, vagy bármire, vagy más formájra, mert nekem így tetszik. És komolyan mondom, ha bárkinek ilyeneket mondanak, család, barátok, random emberek, Instán kommentek, tök mindegy, hogy nekik nem tetszik rajtad valami. Gyerekek, Csajci, pasikám, nem tudom, ki nézi ezt a videót, de szard le. Ha neked úgy tetszik, akkor csináld úgy, ne érdekeljen, hogy neki nem tetszik az a rózsaszín felső rajtad, vagy a hupilila felnyírt hajad, vagy a piercing az orrodba, vagy nem tudom, nálam a műköröm, vagy a mindennap a rózsaszín sminket, ne érdekelje. Ha te úgy érzed benne jól magad, és magabiztosnak, és úgy érzed magadat kényelmesen, akkor hord, viseld, csináld, bármi. Az a lényeg, hogy te jól érezd magadat úgy, ahogy vagy, és én se fogom megváltoztatni ezek miatt a vélemények miatt a körmeimet, se az öltözködésemet, se esetleg a sminkelési stílusomat, mert nekem így tetszik, és ezt azért akartam elmondani, mert egy, nem fognak ezek engem befolyásolni a kinézetembe, főleg azért is, mert ez az én szemléletemben nem befolyásolja a csatornát meg azt, amit mondok. Én szeretem, ahogy beszélek, nyilván azért beszélek így, meg azért magyarázok így, de igazából nem baj, ha ez valakinek egyszerűen nem jön be, de ez természetesen nem mindenkinek lesz szimpatikus mindenki, és ez engem nem is érint rossz, hogy valaki azt mondja, hogy bocsi, nekem nem jön be a stílusod, vagy ahogy beszélsz, vagy bármi, oké, csak akkor az a vicces, amikor tök sok videóm alatt látom ezt a kommentet, ugyanattal az embertől, és akkor nem értem, hogy miért nézi, tehát nekem nincs azzal bajom, ha valakinek így nem vagyok szimpatikus, inkább nem értem, hogy akkor miért nézi ezt megjegyzést a külső jegyeimre, mert valószínűleg nem az ilyen vélemények miatt fog megváltozni, nem ha egyszer megváltozik, valószínűleg azért, mert nekem már máshogy tetszik. Úgyhogy igen, ezt el szeretem volna mondani, hogy ha nektek jön bármi ilyen hasonló negatív behatás a külsőtökre, vagy ahogy kinéztek, vagy ahogy szeretitek a ruhákat kombinálni, a stílustok, bármi, szarjátok le, ne érdekeljen titeket, ha te ott, aki ezt nézed, úgy érzed jól magad, visel, csinál, támogatlak, gyerünk, úgyhogy tényleg, peace, love, szeretet, érezzétek jól magatokat, és hajrá, és legyetek önmagatok, mert ez a legfontosabb, ugyanis egy életünk van, és éljük úgy, ahogy mi szeretnénk. Úgyhogy igen, most vége ennek a kis zárójeles, kis motivációs beszédnek, úgyhogy robogjunk is tovább a következő kérdésre. Mi a terved a jövőben? Kifejtenéd részletesen? Huha! Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ha ezt mondjuk 2 héttel ezelőtt tetted volna föl nekem, más válaszoltam volna. Ugyanis én jövőre érettségizem, tehát úgy értve jövőre, hogy következő tanévben, jövőre leszek 12-es. 3 irányvonal volt meg, hogy engem mi érdekel, milyen irányokba mennék tovább. Az első az a bűnöldözés, tehát ez a nyomozó rendőr vonal, amiről ugye már beszéltem itt nektek a csatornán. A második a történelem, ugyanis én nagyon szeretem a történelmet, specifikusan a II. Világháborús történelmet, onnan is leginkább talán a német részről, illetve ott a világháborút megelőző események, amik engem nagyon-nagyon érdekelnek, propaganda, stb. Mindegy, szóval engem nagyon érdekel a történelem. Ez volt még egy olyan irány, ami engem nagyon érdekelt, hogy én történész legyek igazából.
A harmadik pedig a televízió és a tévé világa, de szerintem erről is beszéltem már nektek. Én mindig nagyon szerettem nézni a tévébe ezeket a reality műsorokat, legyen az X-Faktor, Sztárban Sztár, Valóvilág, Exatlon, nem tudom, Celebrandi, Eden Hotel, Love Island, Nyerőpás, tök mindegy. Nagyon érdekeltek. Nagyon érdekelt a felépítésük is ezeknek a sorozatoknak, hogy milyen lehet a háttérmunka, hogy rakják össze, leginkább a való világnál érdekelt ez, mert az egy nagyon összetett dolog volt, és nagyon mindennek össze kellett állni ahhoz, hogy azt a 45 percet mi úgy lássuk a tévébe, ahogy. Engem ez nagyon érdekel, és nagyon szeretnék tévébe dolgozni. És így minden, hogy is mondjam, tényezőt összevéve, arra jutottam, hogy én leginkább erre a tévés vonalra szeretnék koncentrálni. A másik kettőt se zárnám ki, továbbtanulás szempontjából erre szeretnék koncentrálni. És nézegettem iskolákat, szakokban a kommunikáció és média nekem a nyerő. Viszont ugye, mint mondtam, én a tévézés felé szeretnék orientálódni. Ezért néztem olyan szakokat is, amik legfőképpen erre gyúrnak rá. Ilyen volt például a színművészetén, mondjuk van olyan televíziós műsorkészítő szak, ami számomra egy ilyen álom lenne. Mondjuk van olyan, hogy filmvágó, filmírás, azok is nagyon-nagyon érdekelnek. Tehát azt az egyetemet is néztem, illetve a kommunikációs média szinte bármelyik egyetemen. Illetve néztem még a TV2 akadémiát is, ami szintén nagyon érdekelne, mert ott nagyon gyakorlatilag tanítják meg azokat a dolgokat, amiket mondjuk így, amiket a tévézésben használnak, tehát engem az is nagyon érdekel. Hát gondolkodtam azon, hogy kiadjok egy évet, és elmegyek arra. Még nem döntöttem el, hogy mit csinálok, de abba kezdek biztos lenni, hogy így a tévézés fele szeretnék menni. Tényleg nem zárom ki a másik kettőt, de ez lett szerintem a fő irányvonal, így nagyjából ez sikerült, így a, nem tudom, egy másfél hétben eldöntenem nagyjából. További tervek az, hogy kb. Így, ha minden jól megy, én jövőre fel szeretnék költözni Pestre, ugyanis én Pestre szeretnék egyetemre menni, és szerintem akkor fel is költözök, ha minden jól megy, legalábbis szeretnék aztán, hogy sül el, vagy hogy jönnek össze a dolgaim, azt még nem tudom, de én ezt szeretném ezon testben. Akkor ugye szeretnék oda kisállatokat, stb. Úgyhogy így nagyjából ezek a tervek. Így sajátok, ugye nyilván ebbe az évben lesz ugye a ballagás, az érettségi. Nekem lesz előrehozott egyébként októberbe, szóval azért nagyon-nagyon félek, de próbálok bízni magamba, de igen, azért nagyon félek, mert ugye soha nem érettségiztem még, és ez egy teljesen új élmény lesz, és nagyon parás vagyok, még izgulós, úgyhogy igen. Ugye lesz szalagavató, nálunk lesz ilyen kampányhét, ilyen királyhét az iskolába, úgyhogy igen, izgatott vagyok, de nagyon is félek, ugyanis már ettől az évtől, mert teljesen új dolgok lesznek benne, nagyon kemény lesz. De várom is ugye nagyon, viszont ha ennek az évnek vége, akkor egy teljesen új szakasz kezdődik az életemben, akkor mint egy új életet kezdenék, mert minden jól megy, elköltözök, egyetemre megyek, már azt tanulok, amit tényleg szeretnék, úgyhogy ijesztő, de közben izgatott vagyok nagyon, és kíváncsi vagyok, hogy mi vár rám, és nem tudom. Egyszerre tényleg úgy félek, de olyan váh, érzés van benne, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hoz ez a tanév, és minden, úgyhogy nektek is sok sikert kívánok a következő tanévre. A következő hány éves korod óta foglalkoztatnak a true crime-ok? Igazából azt hiszem, erről én már beszéltem a csatornán. Pontosan nem emlékszem, de úgy általános iskola felső tagozat talán, amit így mondanék, akkor így már nézegettem az ID-t, érdekeltek volna horrorfilmek, amiket nyilván nem nézhettem még akkoriban, illetve olyan sokat néztem a history-t, meg a viaszat history-t, a különböző rejtélyek, meg ilyesmik voltak, úgyhogy talán azt mondom, hogy általános iskola a felső tagozat. A szüleid mit szóltak ehhez az érdeklődési körödhöz, mert engem is elég régóta foglalkoztatnak ezek, és hát nagyon nem örülnek, örültek neki. Igazából nem tudom, hogy ez a válasz most meglepő lesz-e vagy sem, viszont engem teljes mértékben támogatnak ebbe az egészbe, egy, hogy engem ez érdekel, illetve, hogy erről én videókat csinálok, abban is teljes mértékben támogatnak. Hát anya a legnagyobb szupporterem, szóval ő nézi meg először a videókat, teljesen be van zsongva, hogyha fölteszek egy újat,
mindegyik videómat megnézi, nagyon-nagyon támogat, és nagyon szereti a videóimat egyébként, és minden kommentet elolvasszóval látjám, hogy mit írogattok. Apa részéről igazából semmi baja nincsen vele, támogat is, örül neki, hogy ezt csinálom, de őt annyira ezek a témák nem foglalkoztatják, annyira nem mozgatják meg a fantáziáját, és így nagyon nem is érdekli így a csatornám őt. Ha olyan videót teszek fel, mint most, hogy csak így beszélek magamról, így ilyesmi, akkor azokat megnézi, tehát ezt is valószínűleg megfogja. Szia, apa! Úgyhogy az ilyeneket megnézi, mert rám kíváncsi, de ezek a történetek annyira őt nem érdeklik. Úgyhogy igen, röviden azt mondanám, hogy nagyon támogatnak és örülnek, hogy megtaláltam azt, amit szeretek csinálni, és hogy kitartó vagyok valamiben, és ezt csinálom, és szeretem. Úgyhogy igen, örülnek neki, hogy ez van, és nem néznek rám emiatt egyáltalán furán, hanem nagyon szupportálnak. Ha beszélgethetnél a kiskori éneddel, mit mondanál neki? És ezt nagyon jól megfogalmaztad, ugyanis nem azt mondtad, hogy mit tanácsolnál neki, hanem mit mondanál neki. Hűha. Igazából kiskoromban én nagyon vágytam arra, hogy én szerepelhessek. Lehet, akik akkor ismertek, nem mondták volna ezt meg rólam, de nagyon vágytam arra, hogy én tévébe, én valahol szerepelhessek, és biztos nagyon örülne, ha elmondanám, hogy most van egy YouTube csatornám, és valamennyire ez valóra vált, hogy van egy közönségem, akikkel tudok kommunikálni, és szeretnek, és néznek, és minden. Biztos nagyon örülne, szóval ezt biztos elmondanám. Illetve szerintem a szerelmi életemről ejtenék egy pár szót így nagy vonalakba, hogy így mindegyik fiúról, hogy így nagyjából mi, és hogy ha tanácsot kellene kiadnom, talán azt mondanám neki, hogy mondanám, hogy gondold át még egyszer, de akkor nagyon túl gondolná a kicsi énem azt, hogy mit meg hogy, mert alapból is minden túl gondolok. Szóval azt talán nem így mondanám, hanem talán azt mondanám, hogy picit hallgasson az eszére és a realitásra, mert én egy nagyon olyan ember vagyok, aki szívből cselekszik, aki a megérzéseire hallgat, aki ugyanvel egyszerre élünk, csináljuk, menjünk, ír rá, beszélj vele, menj oda hozzá, vedd meg, utazz el, csináld meg. Nagyon ilyen típusú ember vagyok, ami néha jó, de néha nem. Szóval néha úgy egyszer ezeket a döntéseimet át kéne gondolnom józan ésszel. És talán akkor, és néha néhány döntésemet át kellett volna gondolnom így ésszel, nem csak szívvel. És talán akkor, nem tudom, akkor nem lennék az, aki most, mert nyilván akkor máshogy történtek volna dolgok, de így volt szép, ahogy volt, de talán ezt tanácsolnám neki, hogy egy picit ésszel is legyen ott, ne csak szívvel. De biztos nagyon örülne, ahogy beszélnék néhány emberről, akár azok mondjuk szerelmek, vagy barátok, vagy családtagok, vagy bármi, szóval. Úgyhogy talán ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nehéz egyébként úgy elmondani, hogy ne legyen nagyon magán jellegű a válasz. Ugye most vannak a fejemben specifikus történések, vagy személyek, akikről direktbe beszélnék neki, de igen. De közben azon gondolkozom, hogyha elmondanám neki ezeket, akkor meg máshogy cselekedne a kicsi énem, tehát nem tudom, de szerintem igen, ezekről mesélni biztos elmondani van a csatornám, illetve így nagyjából így a kapcsolati rendszeremet, hogy így, ja, erről mesélnék neki, úgyhogy meg azt, hogy gondolkodjál egy kicsit, ne csak szívvel, aggyal is, legyél ott. Nem azt mondom, hogy hülye voltam, mert nem ezt mondom, csak én szívvel élek teljes mértékben, tehát. Volt egy lány, aki külön üzenetet írt, mert annyi kérdése volt, és nem fért ki, úgyhogy most azok jönnek. Volt olyan, hogy valaki rosszul nézett rád, esetleg elítélt a csatornát témája miatt, és azért, mert ezek érdekelnek téged. Volt, de ezek olyan emberek.
akik alapból nem kedvelnek engem, tehát valószínűleg, akire gondolok, én most specifikusan illető, és szerintem azt tudni fogja, hogy én most róla beszélek, azt ezt a videót is nézi egyébként, tehát hogy alapból nem kedvelni magánéletbe szemét, akkor miért kíváncsi rám itt? De igen, általában a környezetemben azok az emberek vélekedtek erről rosszul, akik alapból nem kedvelnek, vagy nem vagyok velük olyan viszonyba, és igen, ilyen emberek voltak általában. Igen, volt pár ilyen ember, akin így meglepődtem. Ilyen semleges viszonyban voltam velük, de így meglepődtem, de igen, általában azok az emberek, akik nem szeretnek, ismernek, jobb vagyok velük, azok közül egyikőjük se ítélt el, és nem ellenzi, hanem teljes mértékben támogat, és igen, azért furcsa, hogy néhány olyan ember, aki engem a magánéletben nem kedvel, akár emiatt, hogy én ezt csinálom, vagy neked nem szimpatikus, vagy más miatt, az itt van. És ezt a videót is ugyanúgy nézi, tehát nem értem, nem tudom. De igen, ezeket én már elég lazán kezelem az, hogyha jön valami bántó komment, vagy bántó szándékkal írja le azt a kommentet, mert nem igazán érint meg. Igazából tovább görgetek rajta, és általában nem szokott érdekelni. Annyi jobban felhúzza magát rajta azokkal, amiket néha írnak, mint egyébként én. A környezetemben igazából néha meglepődök rajta, de azok se bántanak meg, csak így néha rádöbbenek néhány embernek a valódi énjére. De igazából nem, ezek már engem nem tudnak meghatni, teljes mértékben a jóra koncentrálok, és ezeket egyszerűen figyelmen kívül hagyom, mert nem érdekelnek. Melyik volt az első ügy, ami miatt elkezdtél ezzel foglalkozni? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis több olyan ügy volt, ami meghatározó volt a csatorna szempontjából. Nem mondanám a sátoros lány esetét, Ted Bundyt, Ramirezt, a West Memphis-i hármakat, úgyhogy nagyjából így ez most pár olyan eset volt, akik nagyon meghatározóak voltak a csatorna szempontjából. De igen, szóval voltak egy páran, nem volt egy kifejezett ügy, de így volt egy pár, ami így nagyon megmozgatta a fantáziámat, tényleg ők, akiket most felsoroltam, az meg volt bennem, hogy tényleg én szeretnék mesélni, beszélni a kamerának, szeretek így kamera előtt lenni, de csak olyan témában és olyankor, amikor tényleg én szeretnék. Szóval mondjuk ilyen sulis előadásokra nem vállalkozók, vagy hogyha mondjuk így olyan prezentációt kell előadni, amiben mondjuk nem érzem magamat a témával, vagy a témából adódóan otthonosan, akkor én nem jelentkezek, nem járok színjátszó szakkörre, nem jelentkezek, hogy most én mondom a beszédet a ballagáson, nem. Én nem ilyen szempontból szeretek a kamera előtt szerepelni, csak akkor, hogyha tényleg belülről érzem azt, hogy igen, ez az én utam, ezt én választom, hogy én most ugye milyen videót veszek fel, hogyan, akkor én nagyon szeretek a kamera előtt mozogni, úgyhogy igen, de ebbe biztos voltam, hogy ugye én ezt szeretném csinálni, és True Crime-ot is szeretem, úgyhogy ez így jött össze, úgyhogy egyébként örülök, hogy belevágtam, mert akkor, amikor én ezt elkezdtem, ha jól emlékszem, én 9-es voltam, ami egy nagyon-nagyon bátor döntés volt 9-esként, úgyhogy én büszke vagyok a kicsi énemre, mert nagyon bátor volt, bízott önmagába, és be is jött. Legalábbis én magamat ebbe a dologba sikeresnek gondolom, nem mérem egyébként soha magamat másokhoz ezt leszögezni. Biztos vannak nálam nagyobb megtekintéssel rendelkező csatornák, vagy magasabb megtekintéssel rendelkező csatornák, vagy ahol több az elérés, több a komment, több a like, több a feliratkozó. Viszont az én kis világomba, az én látásmódomba, én már sikeres vagyok, a célomat úgymond már elértem, azt, hogy tényleg tudok valakihez így szólni, meg tudok szólni egy adott közönséget, vannak, akik szeretik a mondani valómat, és én már számomra én már sikeres vagyok, és a kicsi énem biztos büszke lenne rám, hogy én ezt elértem, és tényleg szerintem egyébként ez a fontos. Most bármivel kapcsolatban ezt mondom nektek, tök mindegy, hogy mi, sport, művészet, tanulás, bármit. Ne hasonlítsátok magatokat másokhoz. Szerintem mindenkinek mások a lépcsőfokai, már a sikerpontok,
hogy miket érező elismerésnek. Hát én azt tanácsolom, ne hasonlítsátok magatokat másokhoz, mert úgy sok örömöt elvesztek magatoktól, mert mindig azt látjátok, hogy a másik hol tart, a másik mit csinál, és azt érezném, hogy én most máshoz hasonlítanám folyamatosan magamat, akkor nem élném meg azokat az örömöket, amiket így most, amik számomra nagy dolgok, fontos dolgok, de mondjuk más számára, mondjuk ez már lényegtelen, de számomra fontos és jól esik, úgyhogy ne féljetek megélni az örömeiteket, sallítsátok magatokat másokhoz, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Kezdő, milyenre értékelnéd a nyaradat? Volt olyan pillanata, amit megbántál, és volt-e kedvenc pillanatod benne? Oha! Most szerintem rakok be képeket. Ez egy picit személyesebb lesz. Követtek Instán, akkor sok dologról informálódhattok, hogy valószínűleg így hova mentem, meg milyen koncerten voltam, meg stb. De igen, ez most egy picit személyesebb lesz. Összegyűjtöttem pár dolgot, ami jó volt, meg rossz. Kezdem a jóval, mert miért ne kezdeném a jóval. Igazából nagyon sok bulim voltam. Én régebben nagyon nem szerettem bulizni, de mostanában az utóbbi fél évben nagyon-nagyon megszerettem. Leginkább egyébként előadók miatt, ugyanis ha megyek bulizni, akkor általában azért megyek, mert ott van egy olyan előadó, akit én szeretek. És fun fact, én csak magyar zenét hallgatok szinte 95%-ba, és ugye a magyar zenészek elég sok fesztiválon, koncerten, eseményen ott vannak, és így nagyon sokra járok. Van egy adott, mondhatni, talán kiadónak mondanám, akit én nagyon szeretek, és az ő énekeseiknek a fellépéseire nagyon-nagyon sokat járok, ez pedig az OTL, nem tudom megszámolni, hogy hány koncerten voltam ezen a nyáron, mert nagyon szeretem őket, próbálok minél több koncertre eljutni. Van, hogy 3 órát utazok egy fél órás szettér, de megéri, mert őket én nagyon szeretem, nagyon sok koncerten voltam. Voltam több fesztiválon is, 2 fesztiválon, egyiken végot voltam, a másikon csak 1 napot voltam EFOT-on, illetve a Dunapart Festen, és mind a kettőt nagyon-nagyon élveztem. EFOT-on már tavaly is voltam, de Dunaparton most először. Otra egyébként lehet megyek jövőre egész hétre, úgyhogy annak nagyon örülök. Nekem az közel van, illetve nagyon szeretem azt a fesztivált. Jövőre gondolkozom azon, hogy megyek megint strandra. Tavaly voltam, idén nem. Szigetre max akkor, hogyha jön pár olyan előadó, akit tényleg nagyon-nagyon szeretek, mert mint mondtam, inkább magyarokat hallgatok, de mondjuk jönne például Doja Cat, vagy mondjuk Ariana, vagy Selena, akkor lehet elmennék, de egyelőre ez nincs igazán tervben. A fesztiválok, amik nekem nagyon tetszettek, ezek a bulik, volt pár házi buli is, ami nekem nagyon tetszett, sima buli is, voltam ilyen hol is fesztiválon is, vagy ilyen bulin, az is tök jó volt. Aztán volt sok program, tényleg nagyon sok barátommal találkoztam, többször elmentünk kajálni, volt, hogy elmentünk fürdőbe, volt, hogy elmentünk turizni, ilyen turi túrt tartottam a barátnőmmel Pesten. Tényleg rengeteget mentünk egyébként moziba idén nyáron, vagy 5-6-szor szerintem voltunk moziba, ami máskor egy évben sem megyek annyit, mint idén nyáron. Ugyanis volt egy ember, akivel állandóan moziba járok, mert nem tudom, egyszerűen imádjuk a filmeket, nagyon szeretünk moziba járni, úgyhogy számomra ez is egy nagyon pozitív élmény volt, és sokat jártam moziba. Volt a szülinap, pontosabban 5 szülinap volt, nem, 7 szülinap volt nyáron, ami számomra sok, mert így évközben ez így eltolódik, meg mosódik, meg akkor így szét van szorva, de nyáron elég sok van, és számomra ez nagyon pozitív, és nem tudom, szeretem a szülinapokat, felpörget, mit tudom én, és volt egy illető, akinek én szerveztem a szülinapját, és az egy nagyon jó élmény volt, nagyon vártam, nagyon készültem rá, én sütöttem a tortát, én díszítettem föl a kertet, mert nálunk tartottuk, ajándékát megcsináltam, mert ilyen open van-es borítékokat csináltam neki, és nagyon tetszett neki, nagyon örült, nagyon én is imádtam csinálni őszintén, nyár eleje óta azt csináltam körülbelül, tervezgettem, vettem be a dolgokat, rajzolgattam, nagyon élveztem azt csinálni, az előkészületeket is, hogy vettem dekort, meg felkeltem korán, hogy felrakjam a lufikat, hogy imádtam ezt csinálni tényleg, meg a többi szülnap is nagyon-nagyon imádtam, nagyon élveztem. Aztán úgymond sok ilyen kisebb program, amiket így eltörpül a többi mellett, de közben baromi jó volt, szóval volt, hogy tárcsáztunk
voltunk itthon, ami szintén nagyon jó volt így családdal. Volt, hogy nagyon sokat tollasoztunk, meg most is még nagyon sokat tollasozunk, ami szintén egy tök jó emlék, meg társasozni is, rengeteget társasozunk. Számomra ezek is tök jó emlékek, és úgy érzem, hogy nagyon eseménydús nyaram volt. Lehetne ennél is eseménydúsabb, és valószínűleg jövőre még jobban megtolom a nyarat programok szempontjából, de nem tudom. Azért számomra ez így kerek volt, és én nagyon örülök, hogy ilyen volt, nagyon jó emberekkel töltöttem, úgyhogy számomra ez egy nagyon jó nyár volt, és nagyon-nagyon élveztem. Rossz volt, az pedig a munka, ugyanis nem tetszett, nem éreztem ott jól magamat, nagyon frusztrált az a hely, nagyon nem éreztem magamat tényleg jól, úgyhogy végül váltottam, de nem bántam meg, mert nekem nem ért ez annyit, hogy én most rosszul érezzem magamat, úgyhogy igen, ez volt az egyetlen rossz a nyárba, de ez eltörpül a sok-sok jó mellett, ami viszont volt a sok-sok jó program, úgyhogy igen, nagyon imádtam ezt a nyarat. Jelenleg olyan sorozat, vagy akár film, ami számodra új, de többször is újra néznéd. Na, ezeket is felírtam, meg Netflixen végigkörgettem. Kettő sorozat van, ami nekem nagyon tetszett, és így újra nézném így első fejjel, úgy értve, hogy újra először megnézném. Az egyik az a Marianne, az egy ilyen horroros sorozat, ami számomra nagyon bejött, nagyon tetszik, mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. A másik pedig az Üdvözöl az Éden, az egy két évados sorozat, szintén Netflixes, mind a kettő egyébként szinkronos. Hát én imádtam. Imádtam azt a sorozatot, nagyon érdekes, semmihez nem hasonlítható, számomra nagyon egyedi, nagyon bejött, nagyon jól van megcsinálva, tök jó csavarokkal, úgyhogy azt mindenkinek tudom ajánlani, számomra nagyon tetszett, nagyon kis pöpec sorozat, mind a kettő. Na, az utolsó kérdés, hogy vannak olyan hobbik, amik érdekelnek téged, de még nem kezdtél bele, például horgolás, vagy bármi más. Hát olyan van egy, az pedig a rajzolás. Ugyanis én régebben próbáltam rajzolgatni, grafikus akartam régen lenni, akkor rájöttem, hogy kell a szabad kézi rajzahoz, és próbáltam így rajzolgatni. Egyszer egy grafikus megkérdeztem, ő egyébként azt mondta, hogy van hozzáérzékem, lenne hozzá tehetségem. Ugye a környezetem is azt mondja, hogy ha gyakorolnék, akkor ez nagyon menne, mert tehetséges vagyok, legalábbis többen azt mondják, és amikor csináltam ezt a szülnapi ajándékot, akkor is nagyon élveztem, amikor rajzoltam hozzá, rajzoltam borítékokra, megterveztem borítékok külsejét, minden. Imádtam ezt csinálni, nagyon szerettem, de így magamtól nagyon nehezen veszem rá magam, hogy rajzoljak. Van egy pár jól sikerült rajzom, de úgy érzem egyébként, hogyha ezt csinálnám, akkor ez sokkal jobb lehetne, és nagyon jól tudnám ezt csinálni, de valahogy nem biztos rá a lélek, hogy én most leüljek és rajzoljak, úgyhogy hát nem tudom, mi lesz ebből, főleg is suli mellett, de igyekszek néha-néha rajzolgatni, illetve nekem néha van az, hogyha nagyon frusztrált és ideges vagyok, akkor nem tudom, az az érzésem van, hogy én ezt egy kép formájába szeretném ezt így levezetni, tehát van a fejemben egy kép, amit én rajzolnék, lefestenék, csak nincs hozzá elég tehetségem, hogy ezt így papírra vagy vászonra vessem, tehát bele se kezdek, és ez egyébként egy elég rossz felfogás, tehát akkor is csinálsz valamit, hogyha nem csinálsz tökéletesen, vagy nem vagy teljesen jó benne, de ha te jól érzed magadat ebbe a hobbiba, akkor nyugodtan csináld. Szóval ebben még fejlődnöm kell, de igyekszem. Ennyi lett volna már ez a mai videó. Remélem egyébként tetszett, attól függetlenül egy kis laza hangvételű volt, és ilyen kis otthonias, baráti volt így a légkör, meg így a minden, remélem nem volt zavaró, főleg a ventilátor így bereg, de hála az égnek én nem gyulladtam meg a 34 fokba. Úgyhogy igen, nagyon örülök egyébként a kérdéseknek, mert nagyon jó kérdéseket tettek föl tényleg, mert kitértetek azokra a témákra, amikre én abból szerettem volna beszélni. Úgyhogy igen, most jól esett egy kicsit olyan kötetlenül beszélni. Rég volt ilyen, már azért hiányzott, szeretek én azért így a kamerának beszélni, hogy így csak beszélek, nincs úgymond egy megírt forgatókönyv, hogy nekem miről és hogyan kell beszéljek, úgyhogy én ezt is nagyon szeretem. Remélem, hogy nektek is tetszett, és egy kicsit kikapcsoltatok, nem tudom, addig megettétek a vacsit, vagy megfürödtetek, vagy elmosogattatok, vagy bármi. Úgyhogy igen, én már a Aniz voltam, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, vigyázzatok magatokra, hatalmas örülést küldök, puszi!